mivel pont szombaton, azt hiszem, hogy pénteken a kettő közül valamelyik nap gondolkoztam ezen a kérdésen, hogy hogyan is várom én a karácsony. És ahogy készültem a gyerekekhez, olvasgattam azt a leckét, aminek így fel volt adva, és azon gondoskodtam, hogy mekkora öröm lehetett az, amikor tényleg megszületett Máriának az a kisbabája, hogy mennyire örülhetett neki. És az utóbbi egy hónapban eléggé elcsüggettem Istennel kapcsolatban, mivel tényleg így a problémák annyira előttem voltak, hogy már nem láttam őt magát, és nem tudtam, hogy mit szeretne, hogy hogyan szeretne vezetni, vagy mi a terve. És a karácsony most úgy várom, hogy szeretném, hogyha nem az lenne a lényeg, hogy most csillog a karácsonyfa, vagy hogy új, most kinek megyek ajándékot, és kiről feledkezzem el, hanem tényleg az legyen a lényeg, hogy megszületett ez a gyermek, én értem. Azért, hogy az én bűneimet elvegye. És nem csak az enyémet, hanem mindenkiét, aki itt van. Mindenkiért képes volt megszületni, és ugyanúgy meghalni, és aztán harmadnak rá majd feltámadni. Kívánom testvéreknek, hogy így várjuk a karácsonyt, ahogy én is rájöttem, hogy így a helyes, hogy tényleg azt nézem, hogy értem, képes volt megszületni, és képes volt megszületni a szívemben is azért, hogy helyen legyen a mennyben. Kívánom ezt a testvéreknek, és hogy így várjuk a karácsonyt. Amen. Amen.